Szervusz a kedves hallgatóink, ez a Kontra Podcast, én Grósz Béla vagyok. Mai adásunkban pedig ismét egy vegyes felvágottal szolgálunk nektek a kerékpár körüli hírekből. Lesz jó, kevésbé jó és talán egy picit jobb. Egyrészt fogunk beszélni arról, hogy hogyan próbálja a francia kormány népszerűsíteni a kerékpározást, és arról, hogy milyen sikerültek az idei World Tour bringásmezek, de hát ne is várakozzunk tovább, csapjunk bele. Mai első vendégünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő, aki visszatért, mint a T-800-as Terminátor. Majd elválik, hogy a Terminátor 1 vagy a 2-ből, hogy jó szándékú lesz, hogy bosszúálló. Szia, Gábor! Szia, sose vagyok bosszúálló. Mondjuk ezt egy pár komment előtt máshogy látja egyébként az elektromos autók terén, meg néhány brizánsabb témába. Hát, hogyha mindenképpen félre akarják érteni azt, amit írok, akkor úgyis félre fogják írni, vagy félre fogják érteni. Ha meg valaki szeretné megérteni, akkor szerintem nem olyan nagyon bonyolult. Elég világos az álláspontom a kérdés kapcsán. Egy pár hónapja már voltál nálunk vendégünk, ma viszont egy sokkal kerékpár specifikusabb témáról szeretnénk téged megkérdezni, a autóipar és a kerékpáriparnak az interszekciójáról. Ugyanis márciusban életbe fog lépni Franciaországba egy törvény, amiben az autógyárakat arra fogják kötelezni, hogy a hirdetések során fel kell hívniuk a vevők figyelmét arra, hogy használhatnak természetbarátabb mobilitási megoldásokat is. Vegyél autót, ja, de egyébként jó lenne, hogyha sétálnál vagy kerékpároznál. Valahogy így, hát erre írtam azt, hogy az autós az új dohányos. Akkor most látni fogunk így az autóhirdetéseken ilyen tömegbaleseteket, meg kihulló esőerdőket, vagy mi lesz itt a vége az egész autós piacnak? Hát szerintem valami ilyesmi, tehát hogy nyilván ezek most még ilyen elképzelhetetlen dolgok, de hát szerintem az is elképzelhetetlen volt 5 évvel ezelőtt, hogy komolyan gondolja valaki azt, hogy egy autóhirdetés kapcsán hozzá kell tenni a szöveg végén, hogy tudom én 15 perces autózás helyett inkább használd a buszt, mint hogyha bárki is ezért majd inkább a buszt használná, aki autót vásárolt. Tehát hogy az a bajom ezekkel a kérdésekkel, hogy itt, ahogy a világban általában minden dolog mostanában, főleg szerintem a social media kártékony hatásainak a leképeződéseként, vagy alapon van fölfogva a kérdéskör. Tehát azt nem lehet elképzelni, hogy valamiről úgy kommunikáljunk, hogy egyébként baromi jó dolog bizonyos élethelyzetekben a tömegközlekedés, vagy a carsharing, vagy a bringázás a városban, meg még egészségesebb is adott esetben, tehát nem ezeknek a pozitív hozadékait próbáljuk meg kidomborítani ebben a párbeszédben, hanem jelöljük ki az autósokat, mint egy gyűlölet tárgyat, amit persze ebben az éles és egyértelmű formájában ne kommunikáljunk, hanem inkább csak így adagoljuk, hogy hát azért az már kicsit úgy ciki, hogyha autózol a belvárosban. És hát nyilván vannak ilyen ultra progresszív városok Európa szerte, ahol egyébként ez az általános attitűd. Tehát mondjuk egy berlini hipster az biztos, hogy úgy fog rád nézni, hogyha autóval érkeztél, hogy te valami bolygógyilkos kretén vagy. Mellé persze azért azt mindig érdemes hozzátenni némi gúnyos mosolyjal, hogy azért lehet hipsterkedni, mert van autóipar. Tehát az egyik a másik nélkül viszonylag nehezen megy. Ezek nyilván azok a kijelentések, amiben aztán rögtön bele lehet állni, meg bele lehet kötni, de hát az a helyzet, hogy mondjuk Nyugat-Európa jólétéhez, sokszor sok helyen hangsúlyoztam, nagyon-nagyon jelentős mértékben járult hozzá az autóipar. És hogyha az autóipart a jogos kritikán túli folyamatos atak alatt tartjuk, akkor az autóipar egyszerűen el fog sorvadni abban a formájában, ahogy eddig ismertük. Kevesebb autó, azt gondolom, hogy ettől még nem lesz, mert ugye az pontosan látszik minden statisztikából, hogy az autó használat, illetve az autó sűrűség lakosságra vetítve, az minden ellenkező híresztelés, meg szugerálás ellenére mindenhol fölfelé megy. Tehát még ott is, ahol egyébként egy eléggé szaturált piacról beszélünk, még ott is alapvetően az autó használat és az autó tulajdonlás az nem visszaszorulóban van, hanem inkább enyhén, de stabilan növekedő pályán áll. Tehát akár mennyire erőlködnek, az autót az emberek alapvetően szeretik, és hogyha egyszer megtapasztalták, hogy milyen szabadsággal jár egy autót birtokolni, akkor ebből nagyon-nagyon nehezen adnak le. Azt el tudom képzelni, hogy lesz egy olyan generáció, vagy most fölnő egy olyan generáció, amely
kevesebb szabad anyagi erőforrással rendelkezik ahhoz, hogy az egyre inkább megdráguló autózásba belekezdjen. Ez egy generációváltás kérdése. Ez nem arról szól, hogy leszoktatod azokat, akik eddig autóztak, arról, hogy autózzanak. De ez sem azért történik, mert alapvetően ne érdekelné az embereket az autózás, vagy a fiatalokat, hanem azért, mert egyszerűen ugye felnő az a generáció, amely bizony rosszabbul él, meg rosszabbul fog élni Európában, mint a szüleik generációja. És egyébként sem egy különösebben olcsó játék az autózás, meg a saját autó fenntartása. Szerintem a legtöbb hallgató, aki nem napi szinten követi azt, hogy milyen adóterhei vannak ennek Nyugat-Európában, vagy aki nem élt adott esetben Nyugat-Európában és tartott fenn autót, az el se tudja képzelni, hogy a magyar szintekhez képest mi pénzeket kell fizetni éves gépjárműadóként, akár csak a szomszédos Ausztriában, hogyha egy picit is izgalmasabb autót mersz magadnak megengedni, és a picit is izgalmasabb autó alatt mondjuk nem vadállat sok száz lóerős autókat kell érteni, hanem mondjuk mit tenni, akár egy Golf GTI. Hát az már olyan összeg, ami egyszerűen észszerűtlen. Tehát még hogyha jól keresed is, a határán van annak, hogy magadnak magánemberként megenged. Tehát összefoglalva röviden a kérdést, hosszúra nyúlt monológom, ami egy teljesen más kérdésből indult ki, de mégiscsak talán a végén vissza tudom kanyarítani oda, ahonnan elkezdtük. Tehát az autós lesz az új üldözött a társadalom berkein belül, mert hogy autózást ezt egyre inkább megpróbálják egy ciki kategóriába sorolni, főleg városban, miközben egyébként vidéken, Nyugat-Európában is az a helyzet, hogy autó nélkül azért baromi nehéz éldegélni, és erre egyébként többször is több helyen fölhívta a figyelmet sok mindenki, aki nem közvetlenül az autolobbinak a fizetett ügynöke, idézőjelben, meg hát persze az autolobbi is egyértelműen, hogy nem biztos, hogy társadalmi szempontból egy bölcs dolog, hogyha egymásnak eresztjük a lifestyle zöldeket és az átlag embereket, akik normálisan akarnak autózni a napi munkába járásukhoz. Egyébként ennek a leképeződése, egy csomó helyen lehet látni a videókat, amikor elkezdik mondjuk Berlin környékén a 10-20 éves fiatalok hétfő reggel 8-kor ülő sztrájkkal megbénít olyan forgalmat, és találkoznak átlag melósnak a hozzáállásával ez a kérdéshez, abból igazán szórakoztató videók tudnak kijönni. Kevésbé szórakoztató az, amit mondjuk a múlt héten történt ebben a kérdésben, amikor világosan látszik, hogy a mentő sem tud elmenni miattuk. Tehát nem biztos, hogy a lehető legokosabb irányba terelődik ez a feszültség autós és nem autós között. Kimértél egy olyan forgórugást, mint amilyet csak Bruce Lee-től láttam így az utóbbi 7 percben ezzel a monológoddal, és azt is tudom, hogy most már Umberto Eco-t olvastál gyerekként valószínűleg egy a hosszú körmondatok miatt, de próbálok akkor egy pár dologra rákérdezni ebből. Egyrészt ugye mondtad, hogy akkor most ez a ciki lesz az autózás. Nem nagyon látom az összefüggést a között, hogy az autót stigmatizáljuk, mint a egy korona szörme, a cigi, és akkor most éppen az autó, és ezáltal ebből fog az következni, hogy nagyon jó lesz biciklizni. És ami nekem sokkal érdekesebb az, hogy próbáljuk az autózásból, tehát hogy nem a viselkedést változtatjuk meg, hanem inkább csak átülünk valami zöldebb alternatívára, és ezt a viselkedés, ezt a mobilitási igényünket, ami a rohadt nagy kényelemből fakad, és te nem mondtad ki az avokádókat, de hogy ennek a hipster kultúrának nyilván az egy emblematikus jelképe, hogy a Dél-Amerikából idejött avokádót február közepén is meg szeretném menni, mert kit érdekel az idén gyümölcs, és hogy ennek milyen környezeti hatása van, én olyan zöld vagyok. És hogy ezek a nagy környezeti megoldások, környezettudatos megoldások egyébként akkor lennének igazán hatékonyak, hogyha mondjuk a viselkedésünkön változtanánk, és nem fogyasztanánk annyit, de hát a új autó eladás meg csúcson van. Hát csúcson azért nincs, ebben most bocsánat, de kijavítanálak, mert hogyha megnézzük a globális visszaesést az autóiparban, akkor az eléggé nagy mélypontokat élünk éppen meg. De hát ez ugye nem azért van, mert az igény nincs itt, hanem azért van, mert nem tudnak eleget szállítani. Tehát, hogy ha kicsit átkeretezem, vagy átkeretezhetem, megengeded nekem ezt az előbbi kijelentésedet, akkor fogalmazunk úgy, hogy az új autó iránti igény az semmennyit sem lankadt az elmúlt években. Magyarul csúcson van folyamatosan, hogyha így nézzük.
Hát nem tudom, hova kezdjem. Nekem az a vérlázító egy kicsit ebben az egész polémiában, hogy mindenki annyira nagyvonulon gazdálkodik a másik életével, meg szokásaival. Tehát aki nem autózik, az nagyon szépen el tudja ítélni az autózást. Aki nem eszik avokádót, az el tudja ítélni azt, aki avokádót akar enni. Én is ilyen vagyok, tehát hogy ebben teljesen egyetértek vele. Csak tényleg eljutottunk egy olyan vitakultúrába, ahol egyébként a másik életének a jogos, vagy nem jogos, vagy általunk feleslegesnek, vagy nem feleslegesnek vélt kérdéseit, azt eszméletlen nagyvonulan le tudjuk tojni. És ez egyik irányba se oké. Tehát, és akkor erre mindig az a válasz, vagy az esetek többségében, amikor ilyen emberekkel vitázom, mindig az a válasz, hogy jó, de hát valahol el kell kezdeni. Szerintem ez nem mentség. Tehát, hogy jó, de hát valahol el kell kezdeni, szerintem jó, de hát meg kell nézni, hogy mondjuk ökológiai és ökonomiai szempontokat egyaránt figyelembe véve, mi az, ami értelmes, és mi az, ami kevésbé értelmes. Ha meg akarjuk változtatni, vagy jó irányba akarjuk vinni, mondjuk környezetvédelmi szempontból az átlagos életvitelünket. De az, hogy X, Y és Z kényelmi faktor, ami az egyiknek az autózás, a másiknak az, hogy berendel mindenféle hulladékot az interneten, és mindenféle felelősség nélkül utána visszaadja, ezek egyenrangú kérdések ebben a tételben. Mégis az egyik van fókuszban, a másik meg teljesen tolerálva van. És ez ebben a formában így szerintem egy nagyon kiegyenlítetlen és nagyon, nagyon furcsa irányokat vevő történet, miközben az autózás azért hát ezen a költségszinten azért ne tegyünk meg úgy, mint hogy valami ilyen hobbi lenne a legtöbb embernek. A legtöbb embernek az autózás az egy kőkemény kiadás, amit nem azért vállal magára, mert nincsen jobb ötlete, hanem azért, mert egyszerűen a napi életének a része. Viszont a kevés embert ismerek, még az én autós közegemben is, aki csak úgy poénból krúzolgat. Elég marginális ez a rétege az autózásnak, azt gondolom. Tehát aki autózik, az azért autózik, mert elviszi a gyerekét, mert elviszi a nagymamáját, mert elviszi magát, mit tudom én, munkába, tehát hogy ezek lényeges kérdések, nem olyan dolgok, amiket így el lehet egy tolvonással így semmisé lehet így tenni, mert hogy ne autózzál, mert az rossz a környezetnek. És mondja, érdekes, hogy azt mondod, hogy másoknak a szokásaival, meg hogy mi lesz velük majd a jövőben, de hogy azt néztem, hogy pont egy Franciaországban, egy Európa szinten azért elég magas azoknak az aránya, akik az autóiparban dolgoznak. Tehát, hogy ilyen közel 5 millió ember, akit így elég közel, tehát ilyen első másodkörben dolgozik az autóiparban, ez Magyarországon is 1,2 millió. Németországban is minden hetedik munkahely egy akkora nemzetgazdaságban. Tehát, hogy most mondhatjuk azt, hogy akkor üljünk át kerékpárra, de hogyha ezek a munkahelyek elfogynak, akkor most ilyen jó drága bringa árak mellett nem nagyon lesz egyébként pénz mondjuk egy új Specialized-ra. Ugyanazt tudom mondani, amit mondjuk tegnap lefordítottam Oliver Cipse kapcsán, a BMW vezére kapcsán, hogy attól még, mert Európában elsorvasztjuk az autóipart, meg betiltjuk a belső égését, attól még a világgazdaság és a világpiac nem így fog működni, és annyit tudunk ezzel elérni, ezzel a stratégiával, amin most vagyunk, hogy mások fogják helyettünk ezeket a dolgokat gyártani, és mások keresnek vele pénzt. Ha valaki szerint ez egy elérendő és kellemes cél európai szemszögből nézve, hát álljon ki ezzel a programmal, és szavaztassa meg. De az, hogy ilyen hátsó ajtókon keresztül próbáljuk keresztül verni jelenleg azt, hogy legyen XY vagy Z technológia betiltva ideológiai alapon, ez maximálisan ellenzem ezt a hozzáállást. De amúgy, ugye te kereskedelemmel is foglalkozol, van neked olyan ügyfeled, aki azt mondta, hogy figyelj, most komolyan gondolkozok, hogy ne autót tegyek, hanem inkább egy elektromos bringát, mert azzal oldom meg. Mire hozzám kerül valaki, addigra ugye ezeket a meccseket valószínűleg megbíztam magába, de szerintem elég marginális ez a kör, aki ezt komolyan így gondolja. Tehát amit én általában tapasztalok, az inkább az, hogy olyan családokkal találkozom például viszonylag gyakran, akik mondjuk késő 30-asként gyereket vállalnak, azelőtt mondjuk valamilyen trendi, belvárosi, értelmiségi életet élnek, elvannak autó nélkül, és amikor jön a gyerek, akkor rádöbbennek, hogy legkésőbb most van az a pillanat, hogy a saját autó az egy majdhogy nem elengedhetetlen kényelmi faktor, ami kell. És az az autó sose tud elég nagy lenni az első szakaszban. Igen, adott esetben látok ilyen tendenciákat,
de meg nem tud elég biztonságos lenni, ami ugye a szubjektív kérdés, tehát hogy akkor eddig el voltunk autó nélkül, de azért most már legyen SUV így elsőre. Nincs ez, tehát én ezekkel mosolygok, nincs ezzel semmi baj, tehát én nem ítélem meg ezt. Én egyszerűen csak annyit mondok, hogy addig, amíg X, Y és Z, és ezt most már sokat szorra mondom, úgyhogy megpróbálok mindjárt valami más analógiát találni eljárt, szóval addig, amíg emberek nem tudják elképzelni azt, hogy másoknak más igényeik vannak az életben, és ez szerint ítélkeznek ilyen jellegű kérdésekről, addig szerintem tényleg nagyon rossz irányba fogunk menni. És az abszolút eredeti kérdésedre visszatérve, én nem tudom, hogy mire jó az, hogy egy hirdetésnek a végén arra hergeljük az embereket, hogy úgy állítsuk be az autót, mint hogyha az valami, egyszerűen valami ellensége lenne a társadalomnak. Tehát miért kell nekünk feltétlenül a nagyvárosból falut csinálni, a faluból meg nagyvárost? Én nem értem. És akkor még így a végére bedobok még egy kérdés, ami szerintem majdnem biztos vagyok benne, hogy a kedvenced lesz, 3 betűs rövidítés, ESG. Nem lehetséges egyébként, hogy az autós cégek utóbbi időben lehetett ilyet olvasni, hogy bevásárolták magukat ilyen regionális nagykerek egyébként elektromos kerékpár hálózatokba, elektromos kerékpár márkákba, nagykerekbe, hogy egyrészt azáltal, hogy környezettudatosabbnak tűnjenek, másrészt azáltal, hogy egyébként, hogy most nem titkolva egy bringán sokkal magasabb árés van, mint egy új autón, hogy ezt megpróbálják lehalászni. Még. Tehát igen. Ezek szerintem mind olyan dolgok, hogy ahogy a versenybe indul, meg ahogy ugye valamelyik irányba elkezdjük eldönteni a mobilitás kérdését, ugye úgy jönnek a szereplők és szállják meg nyilván egy-egy szegmensnek az alapüzleti modelljét, és viszik le az áréseket adott esetben, tehát azért most visszacsatolunk egy pillanatra, azért az autóiparon se ennyi, tehát ott se ez volt az árés mondjuk a 70-es években. Tehát ez az eszméletlen verseny, ami mondjuk így az elmúlt évekre jellemző volt, ahol egymás után hullottak el azok, akik nem voltak kellően hatékonyak, az nyilván azért volt, mert az autóiparban nincs az az árés, messze nincs az az árés, ami a feladat bonyolultságát és a felelősségét figyelembe véve indokolt lenne, pláne nem mondjuk egy szoftveres kérdéskörhöz képest. Tehát az, hogy ezeken a Tehát az, hogy miért nincsen a Big Tech-nek autógyára, azért nincs, mert értelmezhetetlenek a felelősségi szintek és a pénzkereseti lehetőségek egy szoftverhez képest. Értelmezhetetlen. Szóval kérdésedet nem kikerülve, ugye, amit mostanában látunk az autóipar képviselői részéről, mint megatrend, azért az jellemzően az, hogy megpróbálják eladni a cégüket, mint valami mobilitási szolgáltató, ugye ezt többször halljuk, mint a jövő nagy üzlete, ami ugye egy kicsit azt próbálja szugerelni, hogy az autóipar elmozdul az évszázados üzleti modelljétől, ami ugye arról szól, hogy legyárt valamit különböző beszállítók segítségével, meg különböző fejlesztések segítségével, és keres rajta pénzt egyszer, meg még egy párszor talán mondjuk alkatrésszel, meg házi bankkal, meg ilyen módokon, de mégsem kilométernek használat alapon. Tehát ugye az egy elég erős és jelentős paradigmaváltás, hogy egy eladás irányából, egy eladás is ahhoz kapcsolódó pénzügyi és egyéb szolgáltatások irányából egy kilométer alapon, meg egy használati idő alapon számított cashflow irányába próbálják eltolni a teljes üzleti modelljét az autóiparnak. Ehhez hozzátartozik az, hogy különböző alternatívákat nyújtsanak adott esetben, vagy legalábbis a legtöbb üzleti modell, ami ezzel foglalkozik, ahhoz hozzátartozik az, hogy az autó mellett más közlekedési eszközöket is biztosítsanak egy ilyen integratív rendszerben. Aminek lehet része az elektromos bringa, és adott esetben az utolsó kilométereken, ugye ez a klasszikus kategória, lehet része carsharing, lehet része tömegközlekedés. Tehát, hogy ezt az egészet próbálják úgy integrálni, hogy egyébként az autó lehet a gerince ennek, de hogy egy mobilitási szolgáltatóként sok minden mást is hozzá kell tudni tenni ez a rendszerhez. Hihetetlen komplex feladat, aki ebben először látja meg azt, hogy hogyan lehet valóban pénzt keresni ezzel, az nyilván nagyon nagyot fog tarolni, de nekem az az alapvető fenntartásom ezzel a kérdéssel, hogy látva ezeket az alternatívákat egymás mellé felsorakozva,
nem annyira látszik az, hogy ezekkel valójában lehetne pénzt keresni. A carsharing is egy olyan modell, amit rengeteget hype-oltak, de hát a számokat végignézve azért nagyon nehezen lehetne azt mondani, hogy ez egy önmagában megálló üzleti modell. Az, hogy valaminek a része, valaminek az integratív része így, az oké. Okay. De hogy carsharinget csinálni az üzlet kedvéért önmagában, az nagyon nehezen értelmezhető számomra. Hát meg ezzel kapcsolatban az a gondolat, hogy ha elkezdenénk levetíteni, mondjuk veszek egy autót, és csak kiszámolnám, hogy egy évben hány percet használom, és levetíteném arra a perc használatra, hogy mennyit kéne becsorgatnom, ahhoz, hogy kijön az ára, akkor egészen meglepő árak jönnének ki, amik első körben valószínűleg taszítani fogják a felhasználót attól, hogy mondjuk béreljen vagy sharingeljen egy bármilyen autót. És a másik, amit te mondtál, ugye, hogy az autóiparban a homologizáció, meg a kerékpáriparban a homologizáció picit másmilyen volt, mert még több beszállító volt egyébként az autóiparban, mint a kerékpárban. A kerékpáriparban tényleg gyakorlatilag volt kettő beszállító, és azáltal 80%-ban megegyeztek a bringák. Na most, ahogy ez egyre inkább közeledik ez a kettő, úgy egyébként ez a verseny, meg az árrések is egyre inkább közeledni fognak, és a bringán lévő, és most mindegyik kereskedő utálni fog, az a X kétszámjegyű összeg az, nagyon egy számjegyű és egyessel kezdődőre, vagy kettessel kezdődőre fog lecsökkenni majd. Szerintem többek között azért is, mert valószínűleg, ugye nem ismerem a ti iparágatokat ilyen szempontból, de hogy valószínűleg valami hasonlatos folyamat ott is le fog zajlani, mint az autóiparban, hogy megpróbálják a kereskedelmi áréseket, tehát a kereskedelmi lánc köztes szereplőit megpróbálják kiszorítani a buliból. Tehát a direkt értékesítés gyártói oldalról az szerintem valószínűleg nálatok is meg fog érkezni, mint valid üzleti modell. Hát és hogyha már az elektronos bringáknál vagyunk, akkor ugye ott egy nagy kérdés lesz az, hogy amíg egy klasszikus, mit tudom én, középkategóriás bringánál lehet, hogy két évente láttad, amikor bejött egy váltóállításra, azt kis szervizre, addig egy elektromos bringánál még senki nem nyitotta ki azt a Pandorának azt a szelencét, hogy figyelj tesó, kötelező szerviz, be kell jönnöd 3 havonta, 500 kilométerenként, és akkor csak akkor van rá garit. Hanem ez még mindig elég liberális, és hogy amikor ez megjelenik, elsőnek meglépi valaki a kerékpáriparba, akkor valószínűleg lesz zugolódás. És valószínűleg megfogják, tehát nyilván ez egy érdek, értelemszerűen. Szóval jutottunk valamire? Béla? Nem, éppen csak egy szép sötét és értelmetlen jövőt festettünk fel, de a legtöbb beszélgetésünk valahogy ilyen, hogy ilyen kicsit ez a budai kávéháznak az értelmisége. Picit megkocogtatom a kanalammal a kávémnak az oldalát, és belenyalok a zserbomba. Picit ilyen érzésem van. Én csak annyit szeretnék újra és újra, de szerintem ebben valószínűleg tényleg teljesen egy oldalon állunk, hogy azért az, hogy valamire rásütünk valamit, pozitív vagy negatív értelemben, tehát az ne legyünk már ennyire lemingek, hogy minden után megyünk tömegesen. Tehát az, amire azt mondják, hogy zöld, az nem biztos, hogy zöld. Amire azt mondják, hogy fú, hát rettentesen káros és borzalmas, az nem biztos, hogy az. De nézzük már meg, hogy mik a mögöttes mozgatórugók, amiről mindent benyalunk kritika nélkül, amit akarnak, hogy benyaljunk. Tehát rendszer szinten próbáljunk nagyos kérdésekről úgy általában gondolkozni, amiben mindennek van egy kicsi létjogosultsága. Tehát azt mondani, hogy maradjon minden így, és autózzunk orba szájba a városba, ezt nyilván senki se akarja, akinek van épp agya. De azt se akarhatja senki, hogy akkor innentől fogva mindenki tegye le az autóját, és bringázzon hóban, fagyban, mert ő azt szeretné. Tehát, hogy vannak az életnek azért árnyalatai, és ezeket az árnyalatokat egyszerűen valamilyen elképzelt, nem tudom, költség-haszony függvényben leátlagolva húzzuk rá jelenleg mindenkire. Minden témában. Tehát ez nem jó, szerintem. Nekem erről a konkrét véleményem az, hogy nem, hogyha akarjuk erősíteni egyébként a kerékpározást, meg az egészségtudatosságot, akkor nem feltétlenül valami ellen kell kampányolni, hanem megteremteni annak az infrastruktúráját, meg lehetőségét, hogy ezeket jól egyszerűen ki lehessen űzni. Tehát, hogy lehessen biztonságosan kerékpározni egy család számára. Egyébként, hogyha elmegy akár ad absurdum autóval valahova, és ott kiülnek, vagy ne kelljen autóval elmenni, hanem a házától el tudjon jutni, és meg lehessen a gyereket tanítani, így sokkal többen fognak kerékpárolni, mint az, hogy valami ellen kampányolok. Egyetértek. Na, a végén csak jutottunk valamire. Akkor összeraktuk. Metinátok, Béláim.
vagy a klasszikus elények. Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Szia, hello. Sziasztok. Maradjatok velünk, mert egy rövid reklám után folytatjuk a beszélgetésünket. Egy ideig valószínűleg még élni fog a fejekben, hogy a Dekába azért veszel bringás cuccokat, mert ott kapni talán a legjobb árérték arányt. De ha belegondolsz, akkor nem véletlenül szerződött le velük idei évtől a Cofidis World Tour csapata, és a közelmúltban piacra dobott high-end Lumière széria is ennek a tanú bizonyságot. Hogy milyen fejlesztések zajlanak a francia boszorkány konyhában, amik nem fognak azért megállni csak a textileknél, ennyit azért már előjáróba talán el lehet pletykálni. A mai második interjúnk egy egyen lazább téma lesz azért, de ugyanúgy egy visszatérő lesz, nem úgy, mint a Terminátor. Rokob Jakab, szia Jaki! Hello, sziasztok! És Jakabbal pedig arról szeretnénk beszélni, hogy idén a tévében és a versenyeken milyen dizájnú mezeket láthatunk, illetve hogy mennyire lesz erőszak egyébként a szemnek és a retinának az, amit a csapatok idén meg akarnak velünk tenni, vagy lehet, hogy Jakabnak teljesen más véleménye van, és csak én érzem túlzottan kritikusan. De az utóbbi hetekben jöttek, szivárogtak így szépen ki, hogy a profi csapatoknak milyen mezei lennek, és nem is volt kevés konfliktus, probléma, amikor hirtelen 3-4 csapatnak ugyanolyan volt, teljesen ugyanolyan volt a dizájnja, volt, amit visszadobtak, volt, amit nem. Essünk be neki a témának. Nagyon zanzásított, mit gondolsz a idei mezekről, amivel a profik mennek? Anélkül előném a poént, szerintem elég langyos, tehát ez nem lett egy erős szezon, így már rögtön az elejével. Ha a férfiakról van szó, a nőké egy kicsit jobb, egy kicsit színesebb, szó szerint is színesebb egyébként. A férfi mezőnnyel nem vagyok túl elégedett, hogyha ilyet lehet mondani. Aki van ami egyenesen rossz, kimondottan rossz, és a többség az inkább csak unalmas, vagy megúszós, ezt így látom most. Nekem az első benyomásom az volt, mint hogyha elképesztően, annak ellenére, hogy minden most az Apple általi befolyás, de ugye a design által így azért minden napokban menne egy egységes, mondhatnám azt, hogy homogén design irányba a legtöbb részén a világnak, mint hogyha én még nem láttam volna ennyire szerteágazó design nyelvezetet egy mezőnyben, hogy ennyire eltérően néznének ki csapatok, és ennyire nem menne valami egységes vonalvezetés bennük. Nem tudom, ez érdekes megközelítése a dolgoknak, én nem feltétlenül látom ezt, vagy nem úgy nézem valószínűleg, mint te. Sok minden van, ez mondjuk tény, az is tény, hogy kicsit kevesebb a klasszikus bringás mez, tehát amire ránézel, akár csak kontextusból kiragadva le van rakva egy üres szobában, egy üres asztalra egy mez, és akkor rá tudod mondani, hogy fú, hát ez valószínűleg bringások hordják. Tehát ebből viszonylag kevés van, vagy kevesebb lett. Ugyanakkor én nagyon nem látok többet annál azoknál a kliséknél, amiket az elmúlt években is lehetett látni. Illetve egy csomó ötlet, ami mondjuk az elején frissnek számított, meg újnak, meg izgalmasnak, az most már felhigult, és sokadik iteráció után eljutott olyan csapatokhoz is ezek a design megoldások, akik amúgy nem vállaltak volna be semmiet a szponzor miatt, vagy vezetés miatt, vagy bármi miatt. De mire gondolsz azzal, hogy bringás mez kinézett, vagy hogy bringás meznek tekinthető dolog? Minek nézhet még ki egyébként egy ilyen? Hát azért, hogy a sportokon belül is sportmez azért ez egy nagy fogalom, egy nagy halmaz, ezen belül van mindenféle sport. Hogyha mondjuk egy focimezt leraksz, akkor arról tulajdonképpen azonnal tudni fogod, hogy focimez, pláne hogyha megfordítod. De ha egymás mellé raksz mondjuk egy focimezt, meg egy kézilabdamezt, akkor is, hogyha már egy kicsit ismered legalább az egyik sportot, azért fel lehet ismerni, hogy melyik hova tartozik. Most a bringában is van ilyen. Én nekem talán úgy gondoltam erre most, amikor ezt mondtam, amíg merít abból a klasszikus világból, amit egyébként az utolsó közös adásban végigvettünk, ebből a 40-es évektől 80-as évekig való forma világból. És azt, hogy azt mondod, hogy elindult egyik csapatból egy relatív bevállalós, formabontó, innovatív dizájn, és lecsapódott, most nem tudom más, hogy, de nem úgy érződik, mintha azt mondanád, hogy egy gagyi szintre lesilányult egy ötlet.
igen, ez minden másban is meg lehet ezt figyelni tulajdonképpen, ahogy bármilyen művészet szépen leszivárog a tömegcikkek világába, vagy bármilyen tömegfogyasztás által elfogadhatóvá válik. Zenéről akár van szó, bármilyen vizuális művészetről, ez itt is szerintem megfigyelhető. Tehát, hogy olyan cégek, mit tudom, most a Bora van előttem például, ami valljuk be őszintén egy német óriási cég, ami fürdőszoba és konyhai felszereléseket gyárt, egy nagyon merev, nagyon leszabályozott arculattal rendelkezik, és ehhez képest most már megérkezett hozzájuk is egy olyan dizájn, amit, hogyha nem tudom, beírod a Pinterestre, hogy sexy bicycle jersey, akkor valami nagyon hasonló fog kijönni az első oldalon. Igen, pont, hogy felhozod a Borát, meg egyrészt akartam is kérdezni, hogy kikre gondolsz, akik lesirányították a dizájnt, hogy az pejoratívan érted-e, mert nekem például a Boráék, most már nem lelőve a poén, de nekem kimondottan tetszik, amit idénre megcsináltak. Tetszik, tehát, hogy egyértelmű, tehát szép is. Ugyanakkor nincsen mögötte szerintem semmilyen kontinuitás, tehát semmilyen folyamatosság nincsen mögötte, hanem egyszerűen arról azt látom rajta, hogy kerestek valami szépet, és azt rárakták a mezre, és igazából ennyi. És ez egyébként működhetne is, hogyha mondjuk megkerestek, nem tudom, valamilyen művészt, valakit, aki ezzel foglalkozik, és onnantól fogva mindenfajta módosítás és minden nélkül elfogadnak, hogy ő ezt gondolja a Bora Hansgrohe csapatról, és ez az ő művészi megvalósítása, és akkor ráteszik. És onnantól fogva szerintem egy két lábon álló szilárd dizájn. Így én egy kicsit azt érzem, hogy arra akartak így pallérozni, hogy ez minél több embernek tetszen. Nem biztos egyébként, hogy ez probléma, vagy baj. Ezért én egy kicsit olyan hígnak érzem a dolgot. De egyébként pont a Boránál ez megbocsátható, mert szerintem kimondottan jól sikerült a mez. És kinél ment rosszabb irányba? Én ugyanezt érzem a Bahreinen, ahol egyszerűen semmi kapcsolatot nem lehet felfedezni a mez és a csapat között. Mondjuk ez valószínűleg nem véletlen, mert az a Bahrain Victorious a legjobb tudásom szerint csak egy fantázia név, tehát ez nem egy konkrét cég, nem egy konkrét csapat, csak a rengeteg pénz elé kellett rakni egy logót tulajdonképpen. Úgyhogy én ott ezt még erősebben érzem, hogy nem igazán sikerült megfogni azt, ami igazából a Bahrain csapat. Mondjuk egy kontinuitás bedobtad, ezt nem hagyhatom ki, hogy azt, hogy mondjuk a Borának idén szép, és viszik-e tovább, az egy nagy kérdés lesz. De azt látjuk leginkább, hogy ugye a kerékpáros mezeknél egy alapvető probléma az, hogy nincsen meg az az éves szintű átmenet. Tehát nem tudod azt, hogy mit tudom én, jó, mindig amerikai sport, de hogy a Dallas Cowboysnak mit tudom én, 50-es, 40-es évek óta ugyanaz a fehér, kék csillaggal a design, bringás csapatoknál ez nincsen meg. És hogy 2-3 évente akár változik. Vagy ennek egy ellen példája az, amit az IF Education csinált idén. Ugye ez a csapat a Johan Wolterszé, és évtizedek óta most már szerintem az övé, tehát most már 15 évnél tartatunk. És az első csapatának volt ez a rombusz mintája, ez az Ergyle patternnek hívják, hogyha így rákeresik, akkor mindenkinek így egyértelmű lesz, hogy miről van szó, és ez az első csapatnál is megjelent ez a rombusz minta, és utána szinte az összes iterációjának, a mostani IF Education csapatnak minden mezében, minden arculatában, valahogy valamilyen formában ez felbukkant. Az elmúlt 2 vagy 3 évben nem volt nagyon markánsan jelen, tehát ilyen rejtett helyeken, mint tudom, a gallér belsején volt, itt-ott-ott meg lehetett figyelni, de nem volt annyira a szem előtt. Aztán most ugye visszahozták, nem, ez se feltűnő, de a mostani mintája az IF Educationnek, ez a rombusz minta, így felrobbant van meg minden, hogy eltorzítva. Szóval van erre egyébként szerintem akarat. Nehéz ezzel mit kezdeni, mert amit mondtál, mondjuk a Dallas, az a Dallas Cowboys, ez egy fantázia név, ugye ez nem egy konkrét cégnek a neve, nem is egy konkrét cégnek az arculatát hordozzák magukkal évről évre, tehát itt a csapatnak amiatt, ahogy működik, ami a biznisz elgondolás, meg a
meg hogy ki van találva a csapat pénzügyileg, ez magával vonzza azt, hogy sajnos nekik igazodniuk kell a névadó szponzorhoz évről évre, ami meg hát változhat. Hát igen, és ez a másik része, hogy nekem azt feltűnő még az idei mez dizájnokkal kapcsolatosan, hogy mint amint nevetgéltünk még az utolsó beszélgetéseink során, hogy az olasz prokonti csapatok, amelyiken gyakorlatilag amennyi helyet el tudtak adni szponzoroknak, annyit rá is raktak, és egy idén valahogy ilyen érzetem van a legtöbb csapatmeznél, hogy előképesztő kicsi szponzor van, és nyilván ez valahogyan fel is robbantja az egész dizájnnak az integritását. Nekem azt is mutatja egyébként, hogy mondjuk szarva van a sport pénzügyileg, mert nem lehet nagy szponzorokat behozni, hanem kellenek a kicsik. Tény, egyébként most azért megjelentek a World Tourban olyan csapatok, vagy ezeket a World Teameknek hívják most éppen a top UCI ligát, akiknál rengeteg logó van, meg rengeteg szponzor van fönt a mezen. Nem tudom, hogy ez azért van-e, mert ennyire szarba lennének-e, vagy sem, de kétségkívül nem egy jó irány. Tehát, hogy szerintem nem is szép, és nem is hasznos, és nem, szerintem nulla marketing értéke van, meg megjelenés. Tehát az, hogy most ott van a meződ egy ilyen logó temetőben konkrétan, a nem tudom, ötödik sorban, ezt kutya se fogja észrevenni, nem fogják látni. Szerintem az egyik ilyen eklatáns példa, például a Quickstep-é, vagy nem tudom, hogy most éppen minek hívják őket, de hogy kimondottan ízléses volt az ő, és klasszikus volt az ő mezük, és tényleg ezt a kéket hozta nagyon sok éven keresztül, és idénre meg annyira felrobbantották a kis szponzor logókkal, hogy valami rendesen filléres, kacatos meznek néz ki. Ezzel 100%-ig egyetértek. Tehát ez a belga harmadosztályú csapatnak a meze körülbelül. Rajta van mindenkinek a logója. Én szerintem itt nem is volt tulajdonképpen klasszikus értelembe vett design munka, vagy bármilyen művészi munka, vagy tervezési munka. Megvoltak a logók, azokat berakosgatták, hova mi fér oda. Ez itt pont jó lesz a karján, ez itt jó lesz a mellkasán. Adtak neki egy kék hátteret, és tulajdonképpen ennyi történt. Ezt nem is nevezném meznek, tehát, hogy ez szerintem nagyon gyenge. Ha igen, és ugye mondod azt, hogy nulla marketing értéke van, és egy teljesen unorthodox ötletem támadta, itt már több messenger chatben megfuttattam haverokkal méghozzá azt, hogy nagyon sok ideig ugye gyakorlatilag csak profi mezt tudtál venni igazán komolyan boltba. Viszont szerintem ez most egy jó pár éve már átcsapott, hogy igazából a profi mezekből van kevesebb egyébként webshopok, meg boltoknak a kínálatában. És egészen azért, amit te is mondasz, hogy az ember nem akar magán hordani mondjuk 15 darab különböző szponzornak a logóit, és egy ilyen, mit tudom én, hirdetőoszlopnak kinézni, hogy miért nem kínálnak egyébként egy olyan mezt, amelyik mondjuk vagy csak a bringának a szponzora, amit mondjuk megvennél a bringa mellé, vagy csak a főszponzornak a logója van mellette, vagy ad abszurdum egy teljesen letisztított, és csak a design viszi az egészet. És majd, hogy nem ugye a újra felismerési értéke, és ezáltal a csapat azonosíthatósága sokkal nagyobb lenne, mint azt, hogy nulla mezt adnak el, mert őszintén elég kevesen vesznek szerintem profi csapat mezt. Hát ugye ez nem feltétlenül egy rossz ötlet, ugyanakkor meg itt jön az a képbe, hogy a stakeholderek alakítják a csapatot, a stakeholderek alakítják a marketinget, a stakeholderek alakítják a merchandise-t. Nem hiszem, hogy ez komoly csapat megmerné lépni, vagy egyáltalán meg tudja lépni azt, hogy valakit lehagyjon a mezről. És bármennyire rosszak egyébként ezek a mezek, azért van, akinek ez idézőjelben tetszik, mert ott van a kedvenc bringása, érted, nem tudom, ott van például az FDZÖ, vagy az Intermarché mez, egyik sem egy nagy szám, de amiatt, hogy van mondjuk magyar kötődés, azt simán el tudom képzelni, hogy valaki konkrétan azt szeretné megvenni, mert a Peák Barna miatt, vagy a Walter Atti miatt. Pedig lehet, hogy amúgy igazából nem is tetszik neki, csak van ott egy olyan extra érzelmi kapcsolat. Hát igen, csak arra gondolom, hogy oké, eladnak mit tudom, 10 000 mezt ebből. Most hasra ütöttem. De lehetne adni 150-200 ezeret egyébként dizájn nélkül, és igazából ugye bevétel a csapatnak jobb lenne. Meg ad abszurdum, azt gondolom, hogy a szponzoroknak is jobb lenne, mert legalább a csapatot lehetne azonosítani, és lenne valamilyen szintű marketing értéke, mint így, mint aki csak így visszajogva néz rá, hogy ez így nem venném fel.
Én szerintem egyrészt nem használják ki a csapatok ezt a fajta marketinget, sőt, szerintem semmilyen marketinget nem nagyon használnak ki tulajdonképpen. Nem is igazán tudom, hogy miért. Én arra gyanakszom, hogy valószínűleg azért, mert nem igazán lehet rárepülni. Egyszerűen nincs rá időd, mire fölépítesz egy webshopot, mire összerakod a készletet, mire azzal foglalkozol. Bum, elmúlt az egész szezon, és kész, dobhatod ki tulajdonképpen, mert jövőre már nem az lesz. És akkor hiába mondjuk tehát két teljesen egyforma mez, szerintem World Tour csapatnál nincsen. Tehát, hogy valami mindenképpen változni fog, mert egy kis szponzor jön, egy kis szponzor megy, egy gyártót cserél, vagy valami, és emiatt én úgy gondolom, hogy technikai korlátjaik is vannak, meg már amúgy is akkorek a kiadásaik, hogy nem akarnak szerintem ezzel is pluszba szórakozni, de lehet, hogy valakinek azt kéne mondani, hogy figyeljetek, én ezt a modellt megpróbálom. Mondtad ugye, hogy férfi mezekről beszéltünk főleg, illetve hát azt hoztuk kontextusba, de hogy a női mezeknél meg idén teljesen innovatív ötlettel felhozták a nőknél a pink színt, vagy ilyen ciklámen, vagy akármi. Igen, igen. Voltak ebből problémák, ott nem is a pink szín volt, hanem ez a bizonyos átmenetes ilyen pinkből, tehát rózsaszínes pinkből, narancssárgába, barack színbe, sárgába megy át, és ugye itt volt négy csapat, aminek a színei nagyon, nagyon ütötték egymást. Ez az egyik a Human Powered Health, ez egy amerikai csapat volt, az SD Works, ugye a holland-belga, vagy holland sztár csapat. UA és még volt, azt hiszem, az Andy Schleck nevével fémjelzett női csapat, nem tudom, hogy ott Andy Schlecknek konkrétan mi köze van hozzá. És akkor azt hiszem, a Andy Schleckéknek meg is kellett változtatni a mezüket, mert hogy nagyon hasonlított a Human Powered és az SD Works-re. A többiek egyébként megtarthatták. Nem tudom. Szerintem ugye van egy kicsit, ez egy rossz megfogása a dolgoknak, hogyha valamiből nőit csinálunk, akkor ezt beszínezzük idézőjeles női színekre, és akkor azonnal fogva női lesz. Ez szerintem egy ritka rossz, meg gyenge megközelítése a dolgoknak. Ugyanakkor van, amelyik egyébként jól működik, tehát az SD Works, ez szerintem kimondottan jól van megcsinálva, nagyon profi, nagyon friss, a többiek már kevésbé frissek. De miért, amikor női mezt tervezel, te hányszor nyúlsz vissza a rózsaszínre, vagy mennyi alkalomszor igény az, hogy oké, ez legyen full pink, kérlek. Mert ettől csajos. Volt ilyen, tehát volt amit elkövettünk. Erre nem is vagyok egyébként igazán büszke, vagy ma már biztos, hogy nem így csinálnám meg, mert volt olyan, amikor csak átszíneztük rózsaszínre, és azt mondtuk, hogy akkor ez innentől fogva a női lesz. Ma már biztos, hogy máshogy csinálnám. Most ugye dolgoztam egy női csapattal, ők most indultak el Panorama Hungary Women's Cycling Team néven. Valamennyi rózsaszín van benne, ott azért elvárás volt, hogy egy kicsit femininebb színeket nézzünk meg ott a biciklihez is kellett egy kicsit igazodni, de szerintem egészségesen egyébként távol maradtunk a nagyon kris és női idézőjeles női színektől, és férfiak is büszkén hordhatják. De így a legvégére hagyva a mély vizet, és talán amire a legtöbben vártak, melyik volt az a top 3, aki szerinted a legrosszabban, és melyik, amelyik a legjobban sikerült? Melyikkel kezdjük? Hát, negatív, Béci, legrosszabb. Negatív. Sorry, Barna, de az Intermarché, vagy Marché, nem is tudom, hogy kell kiejteni, ők voltak a leggyengébbek idén is. Ez szerintem kritikán aluli lett. Ők folyamatosan tudják hozni ezt a darabolt stílust. Igen, talán ez az első évük ezen a szinten, ezért még keresik a helyüket, nem tudom. Nem jó. Ide visszacsúszott az Alfa, Quickstep, Alfa Vinyl, ez a hivatalos nevük, ugye a Quickstep. Ami náluk egy nagyon erős lecsúszás. Hát, megmondom őszintén, a tavaly sem volt a szívem csücske, de volt benne gondolat, jól nézett ki, jól meg volt csinálva, talán Castelli csinálta, tehát szépek is voltak a mezek, szóval vállalható volt. És a harmadik pedig a Lotto, tehát a Lotto nem is értem, hogy ott mi történik, azt mondták, hogy ez retro, meg hogy ez visszanyúlás így a gyökerekhez, szerintem csak lusta, ez is
bizottság tervezte, mindenkinek feleljen meg, senkinek se felel meg igazán, és cserébe nem is szép. Szóval én ezt a hármat mondanám. Lányoknál még a női csapatok között is volt még egy-két jelentkező erre egyébként, de most őket én nem kavarnám be. Talán ők a leghíresebbek, őket mindenki el tudja képzelni, vagy ismeri. És melyik volt a három legjobb? Három legjobb... mondanám az IF Education-t. Kicsit az az érzésem, hogy ők így hozták a kötelezőt, az elvártat, nem igazán estem hátra, hogy hanyatt attól, amit idén csináltak, sokkal jobbak voltak a zsírós mezeik az elmúlt két évben. Két szezonnal ezelőtti alapmezők is nagyon jó volt szerintem, meg az előtti is. Ez most... ennél mindenki többet várt szerintem. De rendben van maximálisan. Én azon lepődtem meg, hogy sötét zöld lett a nadrág. Érdekes döntés volt, de szerintem jó, izgalmas. Tehát, hogyha más nem, akkor egyébként az lenne a nagy csavar is. És szerintem jó pofa. Ami még nekem nagyon tetszik, majd mondjuk azt, hogy nagyon jó az az SD Works, szerintem az egy jól sikerült mez, az rendben van, színekkel, mindennel együtt, kellően nőies, kellően sportos, és nagyon rendben van. És ki legyen az utolsó? Ha te nem mondasz, akkor én is mondok mindjárt jókat. Csak hogy teljesen ellent mondjak magammal, és pozitív legyek. Nem. Ugye klisé lenne a Canyon SRAM-ot mondani, de egyébként legyenek ők, tehát azt mondom, hogy ők beletettek megint annyi effortot ebbe az egész sztoriba idén is, hogy ezt az eszméletlen nagy presztízsű harmadik helyet az én listámon elfoglalhassák, tehát ez valószínűleg a legnagyobb dicséret és a legnagyobb eredmény az egész szezonukban. De legyen a Canyon SRAM, mert tetszik a hozzáállás, tetszik, hogy minden évben komolyan utána mennek a témában, és csinálnak valamit, ami esztétikus, és jól meg van csinálva. Egyrészt kicsit haragszok, mert én is akartam említeni őket így versenyen kívül, hogy kimondottan jó volt, és amúgy a bringa festésük meg még annál is jobb lett szerintem, mint a mez. Nyilván magyar érintettség is van benne, vagy részint magyar a Szabó Ádámmal ugye a Canyon SRAM tekintetében, de tényleg szép lett. És amúgy, amiben még érdekelne a véleményed, ahol ugye volt beszállítóváltás, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon ízléses lett, az pedig a Movistarnak az idei La Passion lemeze, ami, ha egy kicsit megerőltetem a memóriámat, akkor a 2017-es Sky mezre hajaz egy picit, de hogy így a mostani férfi mezőnyből, így eleganciában és visszafogottságban szerintem messze kimagaslik. Nem, tény, hogy elegáns. Én azt hiányolom, hogy az a SkyMez, amiről te beszélsz, ott ugye nem véletlenek voltak azok a csíkok, azok az Team Sky-nak az előző szezonbeli győzelmeit szimbolizálták, a hosszú csíkok, a Grand Tourokat, kevésbé hosszúak az ilyen ötnapos Párizs, Nizza és társait, és az egészen rövidek pedig az egynapos győzelmeket szimbolizálták. Ezt a fajta tudatos dizájnt, ezt hiányolom a Movistartól, pedig aztán náluk tényleg lenne miből meríteni. Tehát ők lehetnének a Dallas Cowboys a mezőnyben, mert 20 éve itt vannak, 20 éve, ha nem is ugyanazt a dizájnt, nem is ugyanazt azt a névadó szponzort viszik magukkal, de ugyanaz a társaság, tehát ugyanaz a vezető, Valverde ugyanaz. Tehát én ezt egy kihagyott zicsernek látom, ettől eltekintve szerintem is elegáns, jól meg vannak csinálva. Nekem itt egy kicsit kevés. És nekem pont azt tetszett, amit ugye eleinte beszéltünk, hogy nincsen halálra nyomtatva a szponzor logókkal, és hogy ettől, talán hogy mondjam, akkor lehet, hogy az alacsony lécet ugrott át. Lehet, de hát ugye a Movistar, meg az ő jogelődjei mikor voltak tele? Hogy tényleg elegáns, és tényleg nincsen sok szponzoruk, ez mondjuk kimondottan jó tud lenni. Ahogy még zárásként még egyet, tehát a szégyen listára nálam egyébként a Jayco, Green Edge, tehát az ausztrálok kerültek fel egyébként, akik egyrészt, hogy reciklálták mondjuk a 2000-es évek elejé német Gerolsteiner mezt, de ezt megint félre raknám. Inkább nekem az a meglátásom velük szemben, hogy sikerült egyébként, és hogy ez nem mint grafikus mondjad meg, hogy mennyire nehéz, hogy a sisak, mez
és a kerékpáron valahogy a kéknek a színárnyalata teljesen másképp hat, és olyan, mintha tök mást csináltak volna, tök más színt, kéket használtak volna. Hogy ezt elcseszerintették, vagy egyébként csak az anyag miatt ilyen? Egyrészt hát ugye nehéz más médiumokra ugyanazt a szint elhoznod. Ugye a sisak máshogy működik, máshogy verődik vissza róla a fény, az egy nagyon-nagyon fényes felület, valószínűleg le is van lakozva, még egy mez az tökéletesen matt, semmilyen csillogása nincsen. Emiatt alapból nehéz ugyanazt az árnyalatot megtalálni. Bringák, dettó. Ettől függetlenül szerintem, bárcsak ezen a legkomolyabb probléma a Bike Exchange idei mezével. Nekem az a szomorú, hogy ebbe valaki láthatólag rengeteg időt és energiát fektetett, hogy megalkossa ezt az összhatást, és nem szép. Tehát, hogy szerintem kimondottan rossz lett, nem akarok megbántani senkit. A női az még rosszabb, tehát ugye ott még behoztak még egy magentás, pinkes plusz árnyalatot a lila mellé. Itt nem. Szerintem ez egy nagyon rossz irány. De mindig mi az, ami legbántóbb benne? Mert én is valahogy azt érzem, hogy... Nincs eleje, nincs vége, tehát a nadrág tulajdonképpen átmenet nélkül átmegy a mezbe, ami nagyon ritkán tud jól kinézni. Van, ahol jól néz ki, szerintem itt nagyon nem néz ki jól, tehát már alapból, hogyha mondjuk a mez sokkal világosabb kék és a nadrág sötétkék, vagy ez a kék megmarad, az már sokat segített volna. Tehát nézd meg mondjuk egy Francis Dezsőt, hogy az sem egy cutting edge design, de mégis elegáns tud lenni, mégis valahogy egyszerűen jól néz ki, vagy van egy bája. A Green Edge-nél egyszerűen nem látom ezt, vagy Bike Exchange-nél nem jók a színkombinációk, a fekete logót, piros-fekete logót ráteszi a kék háttérre, ami körülbelül olyan, hogy bármilyen dizájniskolába bemész, akkor az első nap elmondják, hogy ezt így ne nagyon csináld, ha csak nem nagyon tudod, hogy mit csinálsz, úgy látszik, ők nem tudták, mit csinálnak. Szóval nekem lehet, hogy ez egyébként innentől fogom el személyes ízlés kérdése is, ami nem személyes, tehát ami talán objektív az, hogy a nadrág meg a mez között ennyire nincsen különbség, és ennyire élénkek ezek a színek, ez a kék meg a lila a lányoknál, ez pont azt az ilyen spandex-szerűséget erősíti meg, amivel sokan a bringásokat azonosítják, hiába 20 éve nincs ilyen. De most tessék, a Bike Exchange visszahozta ezt a spandexet. Nekem is egy 1996-os Blackie mez nadrág jutott eszembe róla. Igen. Jakab, nagyon szépen köszönöm. Szerencsére azért valami pici negatívval tudtuk zárni a beszélgetést. Úgyhogy megtartottuk a formánkat, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszi, hogy vendégünk voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok. Szia, hello. És egy másik interjúk után nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Reméljük, hogy tetszett. Hogyha igen, akkor nyomjunk egy pozitív review-t. Hogyha még ennél is jobban, akkor támogassatok minket Patreonon. És mint mindig, menjetek el egy jót bringázni, és vigyázzatok magatokra. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!